A Szent Annai Sámuel középiskolában jók a távoktatás tapasztalatai. Erről Gyökeres Sándor igazgató számolt be. Az iskola viszonylag szerencsés helyzetben van, mert 2017-től egy új tanulási irányító rendszert kezdtek kialakítani kísérleti jelleggel, és 2019 óta már e szerint is dolgoznak. Az iskolánk egy viszonylag szerencsés helyzetben van ebben a egyébként nagyon tényleg vész helyzetben, ami az egész világon kialakult. Annyiban, hogy 2017 őszétől mi egy ilyen tanulásirányító rendszert kísérleti jelleggel kezdtünk alkalmazni, illetve megismerkedni vele. 2018-ban pedig már a nevelőtestület képzései is belső továbbképzések keretében megindultak. 19-ben pedig megindultak az első csoportok, és két termet is felszereltünk erre a rendszerre. Nem is gondoltuk, hogy ennek az egyébként Ausztráliában távoktatási célra kifejlesztett keretrendszernek ilyen jelentősége lesz. Így március 16-ától az iskola hozzánk kezdett ahhoz, hogy még egy szerver számítógépet rendszerbe állítson, és tulajdonképpen a modle távoktatási és tanulásirányítási rendszert a teljes intézményre kiterjesztettük, valamennyi tanárunk, valamennyi tanulónk belépett ebbe a rendszerbe, és megkezdődtek a tananyag feltöltések, és eddigi tapasztalatok szerint ez működik, jól működik, a tanulóink is belépnek, mondjuk a legváratlanabb időpontokban, van, aki éjszaka dolgozik, de hát végül is, ha teljesíti a feladatait, akkor ezt is elfogadjuk. Visszajelzések egyenlőre pozitívak, tehát nem érkezett hozzánk panasz. A távoktatási célra kifejlesztett modulrendszer a vészhelyzetben is azonnal alkalmazni tudták az egész iskolai oktatásra. Ide a tananyag feltöltés több munka, de a rendszer lehetővé teszi az ellenőrzést, számonkérést is. Azzal együtt, hogy természetesen ez sokkal-sokkal több munka, mint megtartani egy órát, hiszen itt meg kell programozni kell azt, hogy milyen formában tanul egy tanuló, és mit tanul, és hogyan fogja megismerni ezeket az anyagokat. De nagyon sok oldalú és sokrétű módszereket, illetve lehetőséget biztosít ez a rendszer. Emellett persze használjuk a Kréta rendszerét is, ott az adminisztrációs blokkokat elsősorban, és a régi mozanapló üzenet küldő felületét, Facebook csoportot, tehát minden is, e-maileket is persze, minden egyéb formát használunk, de a gerince ennek az egész távoktatásnak az a már említett modle rendszer, amely dokumentált formában mindent naplóz, minden tanári és tanulói munkát, és ilyen módon nyomon követhető az, hogy a tanulóink mennyire haladtak előre, mennyire sikerült a tananyaggal megismerkedni. Ezen belül is lehetőség van egyébként csevegésre, fórumra, beszélgetésre, és mindenféle interaktív anyag közreadására. Utóbbit tesztekkel történik. Mondjuk ennek a távoktatási rendszernek az egyik előnye, hogy tulajdonképpen tesztek, nagyon sokféle teszt lehetőség van benne, formájában feltöltött, visszatöltött anyagok formájában a tanulók tudása ellenőrizhető, hiszen kap egy meghatározott kérdéssort, véletlenszerű sorrenddel, és ez alapján kap rá mondjuk 20-25 percet, attól függ milyen hosszú, és amit kitölt otthon, azt tudjuk értékelni, illetve maga a rendszer kiértékeli, inkább a teszt elkészítése az időigényes. A gyakorlati oktatást és a távoktatásban tartják a műveletleírásokkal és videófilmek csatolásával átmenetileg. Az elmaradt gyakorlati órákat szintén beépítettük ebbe a távoktatási keretrendszerbe. Ilyen műveletleírásokkal és videófilmeknek a becsatolásával bemutatásra kerülnek, és amennyiben lehetőség lesz rá, akkor ezeknek a gyakorlatoknak a pótlását meg fogja szervezni az intézmény. Az osztályfőnökök Facebook csoportokat működtetnek, és ott közvetlen kapcsolatot is tudnak tartani a tanulókkal.